A legutóbbi magyarországi mérések szerint a tévéreklámoknak a 10% az kifejezetten gyerekekre fókuszál, tehát egy viszonylag magas aránya. És ez azért is érdekes, mert a gyerekek közvetlenül 33 milliárd forintnyi zseppénzt költenek el. Itt ugye elég nagy szórás van a havi pár száz forinttól kezdve a több tízezős nagyságrendig, de azért 33 milliárdos piac az már elég nagy ahhoz, hogy ez elég sok gyártó vagy forgalmazó fantáziáját megmozgassa. Készíts nekik ajándékot ingyen, és a végén megkaphatod a csoda nyuszi nővéreket. Most a gyerekeknek szóló reklám az értelemszerűen teljes egészében etikátlan, mert a gyerek az maga nem tud fogyasztói döntést hozni. A reklám nem rossz, nem hazudik, viszont nem semleges információ van benne, valamiről meg szeretne győzni, befolyásolni kíván. Szakirodalom erre azt mondja, hogy olyan 3-4 éves korig nem is tudják megkülönböztetni a gyerekek, hogy mondjuk egy rajzfilmről van szó, vagy amire nagyon sok példa van, hogy rajzfilmes elemekkel dúsított reklámra. Ugye a gyerekek alatt általában a 14 éves kor alattiakat szoktuk érteni. Eleve ugye felvet bizonyos etikai aggályokat, vagy etikai követelményeket, mindenképpen néhol aggályokat az, hogy milyen szinten szabad egyáltalán 14 év alattiakhoz beszélni reklámban. Ugye a jog maga nem tiltja meg azt, hogy gyerekek felé reklámozzanak, viszont előír bizonyos elvárásokat, vagy követelményeket, illetve tilalmakat határoz meg. Például nem lehet közvetlenül felszólítani egy gyermeket arra egy reklámban, hogy ő maga vásárolja, vagy mondjuk a szülőjét azt vásárlásra ösztönözze. És itt beszélhetünk 1-2-3-4 éves gyerekekről is, akiknek már van valamilyen fajta akaratuk, ami nagyon könnyen befolyásolható, és az kérdés, hogy mire fordítják ezt az akaratot, és ki befolyásolja ezt az akaratot. A gyerekek megszólító reklámokat ugye jól megfizetett szakemberek készítik. Hogyan lehet normává tenni a gyerekcsoport körében, hogy legyen ilyen meg ilyen cipőd, rendezd a születésnapodat ebben meg ebben a gyors étteremben. Hurrá! Nyaralunk! Napfényes kólaparti, csak nálunk, csak ma! Hármat fizet, egyet kap, vedd le a szüleidet is! Gyertek, ma, ma! Sokféle esetünk volt. Volt olyan, amikor például a közvetlen felszólítás kapcsán egy kisrác járkált egy áruházban, és mint egy gondolatait hallva azt hallottuk, hogy azt mondja, hogy megkéri az édesanyját majd, hogy az ő Jézuskája is abból az áruházból jöjjön. És ugye akkor itt felmerült, hogy a Jézuska gondolata az, hogy kerül egy ember reklámba. Az az igazság, hogy ugye ezek tehát a vallás, a közbeszéd és a reklám, mert a közbeszédnek még a közkultúrának ugye ez tulajdonképpen leképezője is, nyilván formálója is valamelyest. Ezek nem válhatnak olyan mértékben szét, hogy emiatt ezt nem lehetne elmondani reklámban. Ezt még az ORTT vizsgálta korábban, és ők is arra jutottak, hogy ezzel ugyan nincs probléma, de felmerült ugye az, hogy azáltal, hogy a kisrác azt mondja, hogy ő meg fogja kérni az édesanyját majd arra, hogy innen vásároljanak neki lényegében karácsonyra, akkor ez nem jelente közvetlen felszólítást arra vonatkozóan, hogy ők a tévénéző kisrácok is kérjék meg a szüleiket, de nem jelent. Ugye itt is azt látjuk, hogy a jogalkotó a közvetlen felszólítást, az, hogy ti is kérjétek meg, ezt nem engedi. Viszont az, hogy ugye valamilyen befolyásoló tartalom van egy reklámban, az nem leválasztható a reklámról, hiszen a reklám arról szól, hogy befolyásolni kíván. Azért aggályos, hogyha csak a szülőre bízzuk a feladatot, mert nagyon kevés tudatos szülő van, aki erre a kérdésre egyáltalán odafigyel. De nyilván a legradikálisabb módszer az az, hogy az összes lehető reklám felülettől elzárni a gyereket. Tehát ez gyakorlatilag a kábelen érkező hatásokat jelentheti, meg mondjuk a gyerekújságokat, mert hogyha kimegy a gyerek sétálni, akkor már is reklámokkal szembesül. Hogyha bemegy az óvodában, bár egyébként tiltott, ott is reklámokkal szembesül elég sok esetben. Sokáig azt gondolták, hogy a gyerekkori elhízás
az elég jelentős részben a televízió nézésnek köszönhető. De most az utóbbi időben az derült ki, hogy nem egyszerűen a televízió nézésnek, hanem annak, hogy a televízióban állandóan mennek ezek a hihetetlenül gusztusos, étvágygerjesztő ételreklámok, és hát ezt nézik a gyerekek, és ettől támad még nagyobb étvágyuk, és az elhízottság ezzel függ össze. Minél több, csak is menőt! Váltsátok be a pontjaitokat! Használjátok multipont kártyátokat! És kapárjátok be a csirkés matricát! És bizony gyakran keresztbe megy, vagy szembe megy a családi költségvetésekkel, vagy a családi elvvel. Például a családnak nincsenek meg az anyagi eszközei ahhoz, hogy egy bizonyos márkát megvegyen, és a gyerekeket nagyon gyakran ez az egyik széles körben bevált reklám, hát akció, hogy márka hűvé teszik a gyerekeket, elég kicsi koruktól kezdve. A gyerekek körében is, egy egész kicsik között a televízió egyre inkább visszaszorul, és teret nyer az internet, ami egyébként még kevésbé kontrollálható a szülő által, főleg reklámtartalom tekintetében. Rengeteg gyerekoldal van az interneten, tehát gyerekeknek szóló portál, mindegyik tele van ostobábbnál ostobább hirdetésekkel. Minden, ami internetes oldalon fut, azok közül szerintem mindegyiken van reklám. Most például felnövekszik egy gyerekgeneráció, vagy akár több is, akinek még a szülei sincsenek tisztában ezzel a kérdéssel. Tehát a remény megvan, hogy legalább a mostani generáció, aki már valamilyen formában részt vesz médiaoktatásban, az majd a gyerekét tudja segíteni. Kézzelfogható hatásai vannak ennek a kisgyerekkortól fogva, konzumerré szocializált nemzedéknek. Nagyon sokan panaszkodnak is, hogy a vásárlás egyfajta kényszer lesz, tehát kényszeresen szinte elmegy a bevásárlóközpontba, és vásárolgat, és erején felül, kasszáján felül, vagy tudja, hogy nincs rá szüksége, és mégis. A másik dolog, amire rászoktat, hogyha az ember így szocializálódik, az a várakozás és késleltetés képességének a hiánya. Tehát azonnal akarom, most akarom, egyfajta türelmetlenség, a nehézségekkel való megküzdés elhárítása. Tehát ezek nem igazán jó útra való. Nem muszáj felnőni, hiszen minden játék. Üsd össze a pontokat, a dupla matricákat, és ne felejtsd el, minél gyorsabban elérni a 10%-os kedvezményt. Vannak olyan országok, ahol teljesen tiltják a gyerekeknek szóló reklámozást, tehát mondjuk gyerek műsorok környékén, előtte, utána meghatározott időszakig nem tűnhetnek föl reklámok, vagy rajzfilmmel nem lehet terméket reklámozni gyerekeknek, vagy mondjuk olyan fiatal műsorvezetők, akik gyerekeknek szóló műsorokat készítenek, azok nem tűnhetnek fel aztán egy termékpromócióban. A gyermek ugye nem tudja ezt a műfajt hova tenni, ami tényleg lehet probléma, viszont azt gondolom, hogy ez egyrészt a szülőnek, a másrészt az iskolának a dolga lenne, hogy ezeket a dolgokat valamelyest átadja, és ezzel felkészítse arra a gyermeket, hogy olyan közegben él, ahol bizony nagyon sokat reklámoznak, hiszen a reklám a gazdaságnak a mozgatórugója, és a médiát azt tartja el, tehát hogy nem olyan része az életünknek, ami rossz, vagy amit meg kellene kerülni. Csak érteni kellene, vagy tudni kellene hova tenni, és akkor nagyon sokat segítene a befogadásában is. Ez a kritikus fogyasztói szemléletnek az átadása. Tehát már megértettük azt, hogy igen, ez egy reklám, ez el akar adni valamit, ettől még nem biztos, hogy egy gyerek azt mondja, hogy neki nem kell ez vagy az a baba, vagy a kis autó. De lehet azt mondani, hogy nem szabályozzuk, és emellé egy nagyon jó reklámoktatást, médiajártasságoktatást teszünk, hogy legalább a gyerek valamilyen módon megtanuljon védekezni, bár ennek a hatásossága az eléggé megkérdőjelezhető. Tehát ez tényleg lassú, apró munkával lehetne megvalósítani, de akkor ehhez szükséges lenne, hogy mögénk álljon, hát például itt lehetne szerepe bőven az államnak, állami gyerekvédelemnek, itt bőven, vagy hát tehát valamilyen közösségi erőnek mögén kellene állni, hogy legyen megfelelő nyilvánosság.
az egy kulcskérdés.